A Dunaszerdahelyi kórháznál egyelőre nem állítják fel a betegelosztó sátrakat az Omikron variáns okozta járvány hullám miatt, ugyanis az egészségügyi intézményre még nem nehezedik akkora nyomás, mint a Delta variáns okozta hullám idején. Bok Szilvia kórházigazgató tájékoztatása szerint a sürgősségi rendelőnél külön ablaknál tesztelik az összes pácienst, aki a sürgősségi osztályra jön. Mégpedig átlagban naponta 90 szemét, és eddig nem volt jelentős a pozitív esetek száma. A fertőzött betegeket a COVID sürgősségi rendelőben megvizsgálják, és az állapotfelmérés után otthoni vagy kórházi ellátást rendelnek el. A kórház COVID osztályán jelenleg 24 beteget ápolnak, egy személy van lélegeztetőgépen. Az osztályon ápoltak többsége 70 évnél idősebb. A Nagyszombat megyei önkormányzat megállapodott a házi orvosokkal és a szakorvosokkal, hogy a rendelési időn túl 16 óráig nyújtsanak egészségügyi szolgáltatást. Az orvosokat továbbá arra is kérték, hogy elektronikus recepteket állítsanak ki. A pácienseknek azt ajánlják, hogy jelenleg telefonon vagy e-mailben forduljanak az orvoshoz. Amennyiben a beteg két napon belül nem éri el a házi orvosát, a megye erre a célra kialakított, a képernyő látható honlapján elérhető űrlapon keresztül igényelheti a receptet. Ezt követően a Nagyszombat megyei hivatal egészségügyi szakosztálya elküldi az információt a házi orvosnak, aki ellenőrzi azt, majd felírja a gyógyszert. A páciens pedig tájékoztatást kap, hogy hol és mikor válthatja ki a gyógyszert. A Nagyszombat megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint 2022 első hónapjában az előző év januárjával összehasonlítva a Dunaszerdahelyi járásban megnőtt a közúti balesetek száma. A járás útjain 15 baleset történt, míg egy évvel korábban 11. Ami a halálos áldozatok számát illeti, januárban 3-an is életüket vesztették. Egy lég- és csallóköz csütörtök közötti frontális ütközés következtében 2 haltak meg, míg Csilisz-Radványi és Csilisz-Patas között egy kerékpárost gázoltak halálra. A rendőrség a közlekedésbiztonság növelése érdekében további intenzív közúti ellenőrzéseket ígér, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy mindig a közlekedési szabályokat betartva, illetve az útviszonyoknak megfelelően közlekedjünk. A Kortárs Magyar Galéria idén először a Színek muzsikája című képzőművészeti kiállítást kínálja az érdeklődőknek, amely a kulturális intézmény gyűjteményéből összeállított válogatás. A tárlat címe arra utal, hogy a falakra a legszínesebb alkotások kerültek, hogy ezekben a nehéz időkben egy kis derűt csempészenek a kiállítást megtekintők életébe. A többféle stílust felvonultató válogatásban láthatóak többek között Kismárti, Szakál Noémi, Almási Róbert, Lipcsei György és Aknai János alkotásai is. A február 1-től megtekinthető tárlat kurátora Szakál Mária festőművész. Kiállítás megnyitotta rossz járványügyi helyzet miatt nem tartottak, az alkotásokat a beoltottak és a koronavíruson átesettek tekinthetik meg. A HC Dac Dunaszerdahelyi női kézilabda csapata a MOL Liga 17. fordulójában hazai pályán fontos győzelmet aratott. Az ellenfél a szlovák bajnoki címvédő Nagy Mihály gárdája volt, amely a rangadó előtt még vezette a táblázatot. Amint az várható volt, a közönség kiélezett mérkőzést láthatott. Az állás általában döntetlen körüli volt, vagy valamelyik csapat vezetett 1-2 góllal. Ez a 47. percben változott meg, amikor a dunaszerdahelyiek már 4 gólos előnyben voltak. Ebből 1 gól a végére is megmaradt. A több sérültjét is nélkülöző Dac 27-26-ra nyert, és továbbra is a harmadik helyet foglalja el a táblázaton. A sárga-kékek legeredményesebb gólszerzője az 5 találatig jutó Natália Németová volt.